éves negyedik osztály. Eljött a búcsú pillanata. Az a pillanat, amit nem így képzeltünk el, nem így terveztük, hogy csak virtuálisan tudunk elbúcsúzni egymástól. Az 5 év emléke mindannyiunk előtt lepereg, a tanórák, az iskolai rendezvények, amelyekben együtt keményen dolgoztunk azért, hogy tudással és hittel gazdagodva búcsúzzunk egymástól. Holnapra mindezek az emlékek már a múlté lesznek, egy olyan múlté, amely meghatározza a jövőtöket. Most, amikor az élet létráján egy fokkal fennebb kell lépnetek, mikor akarva, akaratlanul, örömmel vagy szívszorongva, de búcsúzni kell. Lehet megtorpantok, és egyesek felteszik magukban a kérdést, hogy tényleg muszáj elbúcsúzni? Nem maradhatunk még egy kicsit? Hiszen mégsem volt olyan rossz ez az együtt töltött 5 év. A válasz nem. Akármilyen is volt ezen a napon, véget ér az élet egy fejezete. Tovább kell lépnetek, kamatoztatnotok kell mindazt, amit e pár év alatt kaptatok, és valóra kell váltsátok álmaitokat. Most tovább indultok erről az első állomásról nagy utatokon. Ezen az úton én már messziről követlek benneteket, de ott lesznek a szüleitek, új tanárok, akik segítenek a nagy feladatban. Más környezetbe kerültök majd, ahol sokszor nagyon-nagyon erősnek tűnik a rossz, de a rosszat csak jóval lehet legyőzni. Legyetek odaadóak, összerendezettek, másokért élők, akik helytállnak türelemmel, szeretettel. Hallgassatok a jó szóra, fogjátok meg a segítőkezet, ha nyújtják felétek. Hálásnak kell legyetek szüleiteknek, akik gondoskodó szeretet és figyelme fontosnak tartotta, hogy az iskolában mindenetek meglegyen, ami a tanuláshoz kell, és teljes lélekkel leessetek jelen a mindennapokban, bízva abban, hogy jó kezekbe hagynak benneteket. Igen, eleven izgőmozgó kis csapat, ezért mindig szükség volt, hogy ott legyek körülöttük, irányítsam lépéseiket, és együtt oldjuk meg a felvető problémákat. A gyorsan elmúló évek emlékeit remélem mindannyian őrizzük majd. Diákjaimnak, az enyémnek sok sikert kívánok, a szülőknek pedig köszönet a fáradhatatlan, kitartó együttműködésért, segítségért, ami megkönnyítette a tanító-nevelő munkámat. Köszönet az igazgatónőnek a fáradhatatlan munkájáért és türelméért, de nem utolsó sorban azoknak a tanároknak, akik tudásotokat bővítették. Az eredmény, azt hiszem, a gyerekek hálás tekintetéből tekint vissza ránk. Egy Ady Endre idézettel szeretném zárni. Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen. Kedves negyedikesek! Szeretettel köszöntelek benneteket most, amikor el kell válnotok a tanítónénitektől. Köszönöm nektek a szorgalmat, a kitartást, ami végig kísérte mindennapjaitokat, és amivel büszkévé tettétek szüleiteket és a tanítónénit. Köszönöm a szülőknek a támogatást, azt, hogy a felmerülő gondokat mindig közösen meg tudtuk oldani, de főleg azt, hogy együtt voltunk az örömökben. Köszönöm Hevesi Laura tanítónőnek a munkát, azt, hogy végigvezette lépéseiteket ezen az úton az 5. osztály felé. Kívánom, hogy ősszel egészségesen, mosollyal telve találkozzunk. Köszönöm. Emlékek kötődnek össze, szavak, számunk, betűk, futunk, akárhova visszakövetnek mindenütt. Az én tanítónéniknek búcsúzunk és átadjuk, hálánk szép virágát, megköszönjük az 5 év minden fáradtságát. Tanító megmutatta, milyen szép a mi kis világunk. Először az ő szemébe kezdtünk nézni, ma már a magunkéval látunk. Ha rosszak voltunk, bocsánatot kérünk, és most legyen béke te veled és velünk.
hallgattál te nekünk, mint egy kedves tanár. Tudjuk, hogy az ajtón mindig nyitva állsz, ahogy a képpel téged mindig körbe veszünk, gondolatban mindig veled leszünk. Édes tanítónéni, fél szívünk itt marad, mert az, aki jóságot vett, szeretet arat. Az emlékek itt maradtak nekünk, hisz, hogyha kellett, mindig küzdöttél velünk. Köszönök minden, tanítónéni. Tudtál, neveltél, oly türelmes voltál, velem együtt köszönt, lásd az egész osztályt.